Különlegessége sokszor a mezzoszerepeknek az, hogy tulajdonképpen mi húzunk úgymond a rövidebbet, mert a szoprán mindig elhapolja az orrunk elől a tenoristát, de hát ez azt hiszem, hogy hozzászokunk egy bizonyos idő után. Amit nagyon sokan nem tudnak lenyelni, hogy nem ők a sztárok tulajdonképpen, aki a mezzoszerepet énekli, ugyanakkor viszont, hogyha nagyon jól elénekled a mezzó szerepeket, akkor bizony sokszor a szoprán előtt el tudod vinni a sikert. Hat éves koromban kezdtem Nyíregyházán balettot tanulni.
rettentően élveztem, mert az év végén mindig a Nyíregyházi Színházban volt egy gála előadás, és a szerepeknek a fölkészülése ideje alatt nekem volt lehetőségem még koreografálni is, amit kellőképpen ki is éltem, és azt hiszem, hogy a balett tanulásnak a hasznát úgy tudtam a legjobban venni aztán később életem során, hogy egyike azok énekesnők közé tartozom, akik tudnak a színpadon mozogni, és sőt, még ha elmondhatom, a Carmen szerephez nem csak táncolni tudtam, de még kasztanyettázni is, és erre mindig nagyon büszke voltam. Hogy lett belőlem énekesnő, azt is a balettozásnak köszönhetem. Volt egy bokatörésem, ami azzal járt, hogy sajnos egy jó hónapig nem tudtam balettozni, és ez annyit jelentett, hogy otthon kellett ülnöm, és be volt gipszelve a lábam, és időtöltésképpen elkezdtem énekelgetni otthon, mert tudtam, hogy senki nincsen otthon. Viszont azzal nem számoltam, hogy a szomszédunkban egy tanár ember, Vecán Károly lakott, aki délutánonként otthon volt, és nem tudta, hogy most a rádiót hallja, vagy pedig valaki énekel a házban, de ez annyira rendszeresen délutánonként mindig az Azucsénát énekeltem, mert az volt az első lemez, amit édesapám megvett, és egyszer kérte az anyukámat, hogy jöjjön haza előbb munkából, mert aztán rájött, hogy végül is én éneklek a szomszéd falon, ahogy meghallgatta, hogy jöjjön át és hallgassa meg, hogy hát milyen szép hangja van a Liviának, hogy miért nem inkább éneket tanult. Hálás vagyok Vecánéknak, hogy fölhívták a figyelmet édesanyámnak, mert végül is bekerültem a Nyíregyházi zeneiskolába 16 éves koromban, és onnan kezdtem, aztán így jött az éneklés. A két évi nyíregyházi énektanulás után jött 68-ban a Ki mit tud, és utána automatikusan fölvettek a Zeneakadémiára, ahol kitüntetéssel el is végeztem a Zeneakadémiát, mint operaénekes és mint tanár is. És utána rögtön bekerültem a Magyar Állami Operaházhoz, mint magánénekesnő. Nagyon boldog voltam, és azt hittem, hogy rögtön fogok kapni lehetőségeket, hogy nagyobb szerepeket énekeljek. Ez sajnos nem így alakult, hanem főleg csak kis szerepeket kaptam, és úgy éreztem, hogy nem bíznak bennem. A Parasztbecsülethez nagyon kellemes emlékeim fűződnek. 1973-ban, amikor az operaháznak a tagja lettem, az első szerepem a Mamma Lucia volt. A Santuzza mindig egy álom szerep volt számomra, de sajnos soha nem volt lehetőségem az egész szerepet elénekelni, csak lemezre énekeltem el a Santuzza áriáját, vagy pedig koncerteken. Thank you.
attól függetlenül, hogy az alatt az idő alatt, amíg én Magyarországon az Operáznak a magánénekesnője voltam, megnyertem az Erkel énekversenyt, és Szófé énekversenyen is a döntőben voltam, tehát már azért bizonyítottam. Énekeltem az Erkel verseny megnyerése után különböző nagy szerepeket külföldön, de Magyarországon nem. És úgy éreztem, hogy az ottani sikerek alapján, hogy én igenis tudnék otthon is bizonyítani, de miután nem kaptam lehetőséget, ekkor döntöttem úgy, hogy elmegyek, és 1977-ben Németországba szerződtem, ahol viszont megkaptam minden lehetőséget, hogy bebizonyítsam, hogy igenis többre vagyok alkalmas, mint amire otthon engem tartottak. Abban nagyon szerencsés voltam, hogy amikor kikerültem én Németországba, akkor Gelsenkirchenbe, ahova kerültem 77-től 80-ig, ott egy fiatal Ingmar Bergmannak a növendéke, a Göran Järvefelt, aki sajnos azóta 40 éves korában egy agytumorban meghalt, ővele dolgoztam nagyon sokat, és nem volt az az úgymond vad modern, hogy mindenáron csak valami modernet, hanem egy új, a mai szemszögből próbált földolgozni darabokat, ami nekem azért volt érdekes, ugye, mert addig Magyarországon majdnem mindent elég régi módi stílusban szoktunk meg, mint rendezéseket. Na most ez egy nagyon jó iskola volt, ez a 3 év Gelsenkirchen, mert utána onnan én tovább kerültem 80-tól a Bayerische Staatsoperhez, ahol még 83-ig tag voltam, tehát tulajdonképpen attól kezdve én szabadúszó vagyok. És ezzel paralel elkezdtem brüsszeli színháznál dolgozni, ahol viszont nagyon modern produkciók is sorra kerültek, úgyhogy olyanok, hogy nehéz fizikai munkát jelentett az eléneklés, tehát tulajdonképpen meg kellett tanulni nem csak állva énekelni, hanem fekve, görnyedve, vagy akármilyen pozícióba is egy darabot, hogy el lehessen énekelni. Én azt hiszem, hogy én azok közé, az énekesek közé tartozom, akik arról híresek, hogy nagyon jól tudok játszani, és nagyon szeretek is játszani, tulajdonképpen abban, sokszor mondtam, abban bele is halnék, hogyha én nekem csak egy helybe kellene állni, és nem lenne szabad tényleg azt a szerepet úgymond átélni, vagy úgy kiélni magamat. Tehát nekem ezek az úgynevezett modern rendezések majdnem, hogy kicsit hozzá is segítettek, hogy tulajdonképpen a karrierem azért is alakult úgy olyan jól, ahogy, mert én hajlandó voltam, mert nagyon sokan nem hajlandók ezt az úgynevezett modern rendezési stílust átvenni, vagy egyáltalán megcsinálni. Például egy élő példa, hogy a Ljubimov rendezett Firenzében egy Rigoletto produkciót, amelyben a Gruberova, a Capuccilli, a Dvorsky, és én lettem volna, és a Sinopoli dirigál. És a produkciónak egy nagyon érdekes szituációja alakult. Egyik a másik után a nagy énekesek, a nagy sztárok elmentek, mert nem voltak hajlandók egy más stílusban, mint ahogy ők megszokták az úgynevezett, tulajdonképpen régi módus Rigolettóban elénekelni.
különleges az a mi szakmánkban, hogy arról ítélnek meg egy énekesnőt, hogy megkérdezik, hogy jaj, vajon a három nagy tenoristával énekelte már együtt Domingo, Pavarotti és a Carreras. Hát én elmondhatom, hogy mind a hárommal együtt elég sokat énekeltem. Pavarottival csak egyszer, egy szériában, a New York-i Metropolitanben. Domingóval énekeltem Berlinben, Münchenben, Hamburgban, Barcelonában, ez különleges produkciók voltak, énekeltem bele Giocondát, Carment, a Carrerasszal is énekeltem Carment, Don Carlost, Giocondát úgy szintén. A három közül a legkedvesebb partner a Domingo, ő, aki a leginkább gondoskodik, úgymond a kolléganőjéről, még előadás előtt virágot hoz nekünk, és megkérdezi, hogy vagyunk. Nem minden tenoristára jellemző, mert általában a saját gondjuk bajokkal jobban el vannak foglalva. Magyar tenoristával azt hiszem, hogy külföldön nem is énekeltem, ugyanakkor a basszisták közül Kovács Kolossal, Polgár Lászlóval többször is Kékszakállt énekeltem, Millerrel énekeltem két nagyon érdekes produkcióban, aránylag modern produkcióban, Miller Lajossal, a La Vera Storiát, Berriónak az operája Párizsban, amivel egy egész szériát végig énekeltünk Firenzében, Amsterdamban és Rómában. Miller Lajossal csináltunk Brüsszelben egy nagyon érdekes modern trubadúrt, ami egy különlegeség volt, hogy az egész színpad egy nagy homokhegy volt tulajdonképpen. Engem megkínoztak különbözőképpen, mert a darab végére még meg is vakítottak. Ugye az egy olyan ügyes trükkel volt megcsinálva, hogy amikor a Lajos, mint Luna gróf és a Ferrándok engem kínoznak, akkor én megfordultam hátra, és a kabátomnak a zsebében volt két ilyen piros pasztaszerűség, amit úgy nézett ki, mintha egy ilyen tűzzel a szememet kiégették volna, és amikor én megfordultam, akkor gyorsan bekentem itt a szemem alatt ezzel a piros pasztával, és amikor kifordultam, akkor úgy nézett ki, mintha tényleg kiégették volna a szemem, vak vagyok. A Verdi Requiem nagyon fontos szerepet játszott az életemben. Másoknak általában a Requiem a gyászt jelenti, számomra az örömöt hozta. A gyász abban volt, hogy édesapám, amikor meghalt, akkor elhatároztam, hogy az ő emlékére bárhol, ahol legelső lehetőség adódik, egy Requiemet énekelni fogok. Ez Montrealban jött, viszont itt ismerkedtem meg a férjemmel, akivel azóta is 8 év óta boldog házasságban élek. Amikor összeházasodtunk férjemmel, Kanadában először egy villanegyedben laktunk, Kirklandban, az közel volt a férjem irodájához, de nagyon sokat jártunk ki ide, erre a vidékre, mert rettentően tetszett a sok tóval és fenyvesekkel teli táj, és mindig nagy örömmel néztük pont annak a háznak az építését, amiben végül is mi most lakunk, ami egy véletlen folytán alakult, hogy valaki eladt, ez nem volt még kész, csak a fa váza volt meg, a fa szerkezet volt meg. Ez egy nagyon különleges fa, Kanadának a nyugati vidékéről, British Columbiából jön a cédrusfa. Ezt most már azt hiszem, hogy nem is szabad többet kivágni, mert ezek védett fák. Az érdekessége az, hogy a ház, ahogy mondom, csak félkész állapotban volt, tehát mi úgy tervezhettük meg a belsejét, ahogy mi szerettük volna. Most erre mód nyílott, hogy a három szintet az én terveim alapján felosztottuk, és úgy végül is másfél év alatt meg is építettük. Ide Kanadába tulajdonképpen pihenni jövök haza. Nekem ez a vakáció. Nagyon sokszor megkérdezik, hogy hova mész vakációra, és mindig nevetnek azon, hogy én tulajdonképpen ide Kanadába jövök haza vakációra. Ugyanis az a időszak, amikor én itthon vagyok, az a fantasztikus itt, hogy a környezet, ahol tudok lenni, és az a nyugalom, ami itt van, az megfizethetetlen azután a sok nagyvárosi zaj, és piszok, és szaladgálás után, és izgalom után, ami ott van. Nagyon nagy örömöm van, ugyanis le tudok menni a tóra úszni, pedálózni, tehát minden olyan telet és nyárat minden kétféleképpen ki tudom használni. Thank you.
Tulajdonképpen két kontinens között élek. A fő rezidenciám itt van Kanadában, és férjem itt él, itt dolgozik, tehát én ide jövök haza. Van egy európai otthonunk is Brüsszelben. Azt azért szeretem a brüsszeli otthont, mert ott tudok dolgozni is, tehát ott a brüsszeli színházban nagyon sokat éneklek, tehát ha mindig mondom azt, hogy 9 és 10 hónapot én uton vagyok, az annyit jelent, hogy körülbelül 2-3 hónapot egy évnek azért a brüsszeli lakásban tudok tölteni, tehát nem állandóan csak, mint jó cigánynak a kofferból való életet éljük, mint általában jellemző a mi szakmánkra. Biztos, hogy férjemnek nagyon nehéz, aki Kanadában él, amikor én úton vagyok, de miután őnek egy olyan szakmája van, ami nem kötött, tehát ő nem régebben tanított a Montreali Egyetemen, viszont most egy üzeme van, úgyhogy ő nyugodtan tud néha utazni velem, úgyhogy nem vagyunk azért állandóan csak a telefonhoz és a faxhoz kötve. '85 rendszeresen énekelek a brüsszeli színházban. Gérard Mortier volt 91-ig a színháznak az igazgatója és művészeti vezetője. Az ő irányítása alatt én szinte minden évben egy vagy két produkcióban részt vettem. Azt hiszem, hogy a legszebb éveimet itt töltöttem el Brüsszelben. Rengeteg bizalmat és szeretetet kaptunk tőle, és rettentően tudott velünk művészekkel bánni, akik köztudott, hogy nagyon érzékeny emberek vagyunk. Ez alatt az időszak alatt, amikor én Brüsszelben elkezdtem énekelni, akkor még nem laktam itt, csak később 85-ben kerültem ide ebbe a lakásba, ahol megpróbálok az életemnek a nagy részét eltölteni, azt az időszakot, amikor Európában vendégszerepelek, például a környező városokban, Kölnben, Frankfurtban, Essenben vagy Hamburgban, amikor lehet hazatérek ide, mert mégiscsak kellemesebb a saját négy falam között eltölteni, mint szállodaszobában. Brüsszelben az utolsó produkció, amit énekeltem, Wagner tetralógiájában, a Rajna kincsében, a Valkürben a Frikákat énekeltem, és az Istenek alkonyában a Waldfratét. Ein Bad für Teufel, jetzt ist es von meinem Bett, mein Bett, mein Bett.
fölkért Verdi Falstaffjának a Quickly-ére, ami Verdinek a leghíresebb vígoperája, ugyanis a sok nehéz drámai szerep után nagyon jól esett egy kicsit jókedvű és huncut lenni a színpadon, tehát meg tudtam mutatni, hogy általában a privát életben elég vidám személynek ismernek, hogy a színpadon ezt ki tudtam élni. Pályám kezdetén több kortárs mű bemutatójában vettem részt. Farkas Ferenc Bűvös szekrényében énekeltem egy kis szerepet, majd később Vajda János Barrabás című operájában a harmadik nyomorultat énekeltem. Ezt a mind a két operát a Televízió Zenés Színház számára fölvettük, és végtelenül boldogság számomra, hogy mind a kettő meg is maradt. A modern zene éneklése számomra sose jelentett nehéz feladatot. Később ennek a két operának a tanulságát föl tudtam használni. Berio la vera storia, az igaz történet című operájának a megtanulására. Énekesnő pályafutása alatt sajnos nem áll módban minden előadást megörökíteni, így olyan szerencsés vagyok, hogy férjem, aki megérkezik általában a premierre, vagy még a generál próbára, a főpróbára, tud egy-két felvételt készíteni, így nagyon jó, hogy később vissza lehet nézni ezeket az előadásokat, nagyon tanulságos. Így például az egyik előadás, ami nagyon szerettem énekelni, a Samson és Delilah például Antwerpenben.
főiskolás éveink alatt elég sokat voltunk különböző énekversenyeken, többek között például Karlovivári-ban, ahol Dvorzsák énekverseny volt, és emlékszem rá, hogy nagyon különleges volt számunkra, mert akkor még semmilyen nyelven nem beszéltünk, és természetesen, hogy mi Dvorzsák dalokat csehül megtanuljunk, egy különleges feladatot jelentett számunkra. Amit soha nem gondoltam, hogy ezek után én valaha életemben még csehül énekelni fogok. Marseille-ban egy ruszalka előadásra került sor, ahol meghívtak az idegen hercegnő szerepére, és egy jó évbe került, ameddig a szerepet megtanultam, akkor én a Müncheni Színháznak voltam a tagja, és ez alatt az idő alatt egy cseh származású énekesnő foglalkozott velem, aki megtanította szóról szóra a szerepet, mert én elmondtam neki, hogy miután addig nem is vállaltam el semmi olyan német szerepet, amíg nem beszéltem németül, miután csehül nem fogok tudni megtanulni ennek a szerepnek a kedvéért, de viszont szerettem volna tudni, hogy mit éneklek, viszont az magyar fülemnek nagyon sok szó rettentő komikusan hangzott, például lecsi, ocsi, vagy például, hogy a Skoda, Skoda, Vásnyete, a Skodáról mi csak az autó jutott eszünkbe, tehát nagyon különleges volt, amikor énekeltünk, hogy asszociál egy énekes, vagy miből, mire tud következtetni. A darab egy mese, és csodálatosan volt megrendezve. Én nekem a rendező, Jacques Carpo, aki rendezte a darabot, annyira megszerette, amit én csináltam, hogy később ajándékban megkaptam ezt a ruhát, és én egy életre meg tudtam tartani.
Magyarországon fellépni mindig egy nagyon izgalmas feladat számomra. Édesanyám és nővérem a családjával otthon él. Óriási sikereket értem el, és ovációkat a világ bármelyik részén, de a Magyarország vastaps mindig fantasztikus hatással volt rám. Emlékszem, amikor Magyarországon 8 év távollét után először felléptem Eboli hercegnőként, és kijöttem a színpadra, és megszólalt a vastaps, egy olyan fantasztikus izgalom jött rám, hogy azt hittem, hogy a torkomban van a szívem, nem is voltam benne biztos, hogy el tudom énekelni az előadást. Ebből a fogadtatásból éreztem meg azt a szeretetet, ami azt hiszem minden énekesnek a legszebb ajándék.